A pedagógusok soron kívüli oltásának április 1-e és 3-a között tartott első körére 78 ezer már korábban regisztrált pedagógus kapott meghívót, közülük 66.685 fő, 85% jelent meg az oltáson és kapta meg a vakcinát. Az akció előtti hetekben is már 33.634 fő pedagógus kapott oltást, eddig tehát összesen több mint 100 ezer pedagógus már be van oltva. A második körös oltás április 8 csütörtök és április 11-e vasárnap között lesz. Erre 100.013 fő kap SMS-ben behívót, köztük az oltásra regisztrált köznevelésben, szakképzésben és bölcsödékben dolgozók, valamint az első körben behívott, de meg nem jelent pedagógusok. Azok, akik az elmúlt 3 hónapban igazoltan koronavírus fertőzöttek voltak, vagy most más okból nem tudnak megjelenni az oltópontokon, később is kapnak majd lehetőséget az oltásra. Az első oltás után is már jelentősen emelkedik a védettség a vírusfertőzés súlyos lefolyása ellen. A pedagógusok soron kívüli oltása biztonságosabbá teszi az óvodák és az iskolák újranyitását, és ezzel ahhoz is hozzájárul, hogy sok gyermekes szülő is visszatérhet a munkába. Folyamatosan zajlik az oltás az egész országban. A beoltottak száma 2.608.084 fő, közülük 1.077.947 fő már a második oltását is megkapta. 4.814 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 698.490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 272 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 22.681 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 419.765 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 256.044 főre emelkedett. 11.663 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.337-en vannak lélegeztetőgépen.